Új vezetőedző, régi csapat. Röviden így lehetne jellemezni a kisvárdai helyzetet, amely teljesen más, mint az egy évvel ezelőtti. Akkor új csapatot kellett összerakni a története első élvonalbeli szezonjára készülő klubnak, most viszont jóval a kisebb a mozgás a játékos keretben. Az biztos, hogy a házi király Horváth Zoltán és Vári Barnavás győrben folytatja pályafutását, és a kisvárda nem tart igényt Mihály Minca, Matija Misis és Patrik Mevogungu szolgálataira sem, a kölcsönben lévő Pavlo Lukian pedig visszatér a Dinamó Érkezési oldalon az egy év Zalaegerszegi kitérő után visszatérő kapus zöldes illés, a legutóbb Csákváron szerető Baranyai Ádám és a Nyíregyháza Spartakusztól szerződtetett Rubus Tamás neve szerepel. A szakmai munka első számú felelőse pedig az elmúlt szezonban az FC Hernánstadt csapatát a román élvonalban bent tartó lett. A vezetőedző szerint előnt jelentett az, hogy sikerült együtt tartani az alapcsapatot és az, hogy már van élvonalbeli múltja a kisvárdának. Remélem, jobban leszünk, mint, mint tavaly, nem? Mert hát a csapat is már, már van egy évre ö, ember, embertől, nem is megpróbálunk most előre lépni. A szakember reményei szerint agresszív, eredményes futballt játszik majd a Kisvárda a következő szezonban. Tudom, mindenki az várom, egy szép játék, két-három gól a győzelem. Hát megpróbálom egy, egy, egy agresszív játék, egy szép játék is, de hát végül is mindenki tud a eredményi számít. A kisvárda nem utazik edzőtáborba, végig hazai környezetben készül a csapat. Az első edzőmeccset július 3-án hazai környezetben az ukrán másodosztályú FC Minai ellen játszák Gosztonyiék. Azt követően a Vác, a Nyíregyháza Spartakus, a Diósgyőr, a Kaposvár, a Vasas, a Balmazújváros és a Debrecen ellen csiszolhatja formáját Mirű együttese. Az nb 2019 2019-2020-as idénye augusztus 3-án rajtól a sorsolást csütörtökön tartják az MLS-ben.